Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Az ellenzéki politikusok és elsősorban az MSZP politikusai, ma a kormánypárti politikusokat és elsősorban Lázár Jánost arról kérdezték, hogy vajon mik is a Questor ügynek a részletei. Mennyi közpénz került a Questorhoz és egyáltalán miért? Ki és miért adott Alsó Csabának diplomata útlevelet? Aztán a rejtélyes szakmai múltú Kis Szilárd hogyan kapcsolódik a Questor ügyhöz, hogy csak egy-két kérdést idézek a mai napból. Bárándi Gergely vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Ön pedig a legfőbb ügyész szólította meg elsőként, és megkérdezte, hogy valóban taktikaként alkalmazzák-e a potenciális gyanúsítottak tanúként való kihallgatását. Na de hát Polt Péter pont arról beszélt, hogy nem. Igen, arról beszélt egy előző kérdés. Egy előző kérdés kapcsán, akkor hogy... Akkor jogos volt-e a kérdés? Én azt gondolom, hogy igen, mert hogy ő arról beszélt, hogy nem lehetne ilyet csinálni, mert hogy az emberi jogokat sért, amivel egyébként én egyet tudok érteni, csak a probléma az vele, hogy más az ügyészségi és a nyomozóhatósági gyakorlat. Tehát ugye a Questor ügy kapcsán került elő ez a kérdés, amikor én arra kérdeztem rá, hogy miért nem hallgatták ki Tarsoly Csabát akkor, amikor már 10 napja mindenki tudta, és egyébként a Magyar Nemzeti Bank is azt hiszem még nevesítette is a bűncselekményt, hogy csalás, ráadásul... A Nemzeti Bank, bocsánat, alelnöke kijelentette, hogy fiktív kötvénykibocsátás volt, tehát hát és az összeget is megnevezte. Lefordítva, én azt gondolom büntetőjogi szaknyelvre ez a csalást jelenti, tévedésben tartott embereket, és ezzel jogtalan, vagy ezzel kárt okozott, ugye, és ráadásul jogtalan haszonszerzés véget. Tehát én azt gondolom, hogy sok gondolkodni való nincs azon, hogy mi miatt kell meggyanúsítani valakit. Azon pedig én azt gondolom, szintén nincsen gondolkodni való, hogy a cégnek az elnök vezérigazgatója az felelős a cégben meghozott döntésekért. Éppen ezért én megkérdeztem a legfőbb ügyész urat, hogy ugyan már mi az oka ennek a késlekedésnek, hogy 2 hét alatt sem sikerült, vagy több mint 2 hét alatt ennek megtörténnie. Azt mondta, hogy ez így is egy szokatlanul gyors eljárás. Nekem is ezt mondta a fővárosi főügyész. Hát igen, na most én nem értettem egyet vele, nem tudom, hogy ön igen vagy nem, de én nem. Nem nyilatkozom, csak az ügyvédem jelenlétében. Világos, megértem. Én anélkül is megteszem, és azt mondom, hogy kicsit sem értek vele egyet egy ilyen ügyben, amikor bizony nagyon komoly érdek fűződik ahhoz, hogy bizonyos vagyonelemeket hamar zár alá lehessen venni, akkor bizony az ügyészségnek egy ilyen egyértelmű tényállás mellett, egy ilyen egyértelmű cégstruktúrában meg kellett volna gyanúsítania már az érintett vezetőt, főleg akkor, és ez is benne volt a kérdésemben, amikor kiderült az, hogy egy Orgován Béla nevű büntetett előéletű közmunkásra ruházta át a céget, szóval ha ez nem elég ahhoz, hogy valakit kihallgassanak gyanúsított, szerint ez elég lett volna, mert én is gyakorlatilag ebbe a mederbe tereltem a beszélgetésünket a fővárosi főügyésszel, és akkor jött az a számomra emlékezetes szerepjáték, hogy én vagyok most a nyomozati bíró, és akkor ő ügyészként azt kéri, hogy helyezzük előzetesbe az általuk gyanúsnak vélt illetőt, és hogy elfogadom el mondjuk 2 nappal a iratok lefoglalása után az indokaikat. Szóval amikor azt mondja az ügyészség, hogy lefoglaltak 8000 oldalnyi dokumentumot, és mit tudom én, hány giga megabájtnyi adatot elvittek, annak az elemzése, hogy megalapozott legyen a gyanú, az valóban mondjuk mókás lett volna, hogyha 2 nap alatt azt mondják, hogy végeztünk mindennel, és egyértelmű, hogy ki a hunyó. Ebben önnek igaza van, de ez egy mellébeszélés, ugyanis egy büntetőeljárásban nem feltétlenül kell az első gyanúsítás alkalmával az összes bűncselekményt az illető terhére róni már gyanúsítás formájában. Pont elég az, hogyha egy cselekményben, ami viszonylag gyorsan körvonalazható, amit egyébként az MNB is megállapított, hogy ez történt, itt meggyanúsítja, és egyébként az elképzelhető, hogy majd a büntetőeljárás során a több hónap alatt, amikor földolgozzák ezeket az iratokat, akkor még a gyanúsítás ezzel-azzal kiegészül. Ez nem, hogy nem ritka, hanem általában ez történik. Tehát, hogyha valakit már bármilyen ilyen jellegű cselekmény miatt, mondjuk a csalás, bármelyik részcselekmény miatt, csalás miatt meggyanúsítanak, onnantól kezdve a záralávétel lehetséges. És itt a gyorsaság nem a népharag kielégítésére kellett volna, hogy szolgáljon, hanem arra, hogy megalapozza azt, hogy vagyonelemeket záralá lehessen venni. Ezért volt nekem furcsa késlekedés. De ez is megtörtént, azt mondta az ügyészség. Hát nem történt meg. Hát vagyon elemeknek a zára, azt mondta, 160 milliárdnyi vagyont később vettek. Igen, miután meggyanúsították. Hát igen, de... És hogyha nem gyanúsítják, és hogyha korábban gyanúsítják, meg lehet, hogy ennek a dupláját tudták volna zár alá venni. Ezt én nem tudom megmondani. De kell ennek egyébként akár a duplája is, mondjuk a kártalanításhoz?
Hát ez majd az eljárásban fog eldőlni. Egyelőre azt látjuk, hogy 150 milliárd csak a hiány. Tehát itt még nem nincs tehát, szó arról, hogy volt. Igen, hogy visszafizessék egyébként a többi követelést. Itt arról, arra azt látjuk, hogy 150 milliárdnyi hiány van, na most ha összesen 160 milliárdot sikerült lefoglalni, az biztosan láthatjuk, hogy ez nem lesz elég a teljes hitelezői állománynak a kárpotlására. De én a mikéntjét sem tudom, hogy hogyan lehetne ebből pénzt csinálni. Tehát, hogy lefoglaljuk mondjuk a Győri Eto stadiont és az összes műintézményt, ami hozzá tartozik, abból mikor lesz pénz? Hát persze. Tehát azt mondjuk, azt mondani a kis befektetőnek, aki most visszavárja a több generáció által összespórolt 20 millió forintját. Hát kérem szépen, majd jön mindjárt valaki és megveszi a Győri Eto stadiont, meg a mellette a szállodát, meg a nem tudom mit, és akkor majd abból majd magácsket visszakifizetjük. Tehát, hogy ez hosszú évek. Pont a lényegre tapintott rá, ez volt a mi módosító javaslatunk, hogy amit legalább záralávételben sikerül biztosítani az államnak, azt az állam legalább előlegezze meg a befektetőknek, fizesse vissza számukra a pénzt, ugye ez a híres Rogán-féle törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatunk volt, és majd az állam, amikor sikerül eladni a stadiont és hozzátartozó szállodát, akkor majd ez a pénz szépen lassan számára befolyik. De a befektetőket az állam kárpótolja ebben az esetben. Ez volt a mi módosító javaslatunk, pont amiről ön beszél, mert erről van szó, hogy ezek nem fiktív pénzek, de nagyon nehezen pénzé tehető vagyonelemek valóban, mert egy szálloda, egy stadionnal kinek fog kelleni, lehet, hogy gyorsan lesz elvevő, de az is lehet, hogy évekig egy se. Tehát, és az se biztos, hogy egyébként árában sikerül majd eladni, mert most, hogy fölbecsülnek egy értéket. Sose adtam el se szállodát, sem stadiont. De feltételezem, hogy nem megy az olyan gyorsan manapság, egy ingatlant eladni sem oly egyszerű. Az előbb közbevágtam, mert eszembe jutott, hogy Gulyás Gergely, amikor múlt héten vendégem volt, akkor ő ezzel a módosítóval kapcsolatban azt mondta, hogy hát ez azért elfogadhatatlan, mert a szocialisták azt akarják, hogy ezt a pénzügyi alapot töltsék fel a pénzvagyomból, ők pedig, mármint a Fidesz azt szeretné, hogy a keményen dolgozó kis embereket kártalanítsák, és nem ezt az alapot töltögetnék. Nagyon egyszerűen fogalmazok, nekem teljesen mindegy, hogy milyen alapot töltenek föl, módosító javaslattal bármiben mi benne lettünk volna, egy a lényeg, és ez volt az elvi alapja a dolognak, hogy amit az állam lefoglal, olyan értékben az állam, akármilyen módon és technikával, tehát hogy a befektetési alap föltöltésével, vagy közvetlenül a költségvetésből, álljon helyt a kisbefektetők felé, aztán majd szedje be azt a pénzt, ami egyébként az áralávételből valószínűsíthetően befolyik. Ez volt ennyire egyszerű. Tehát az, hogy valaki, hogy mondjam, technikai részletkérdések mögé bújva próbálja megmagyarázni azt, hogy ezt az egyébként viszonylag könnyen értelmezhető javaslatot miért nem támogatja, ez számomra egyet jelent, hogy nem akarja támogatni, hogy ez így történjen, és beleköt abba, amibe tud. Egy kicsit maradjunk ennél a pénzügyi alapnál. Ugye ennek a pénzügyi alapnak a feltöltése a pénzügyi szektor dolga. Most ez a pénzügyi alap, azt olvashattuk, hogy ez nagy valószínűséggel már üres a Budakes botrány károsultjainak a kártalanítása miatt. Akkor ezt az alapot most gyorsan, frissibe, ismét a pénzügyi szektor képviselőjének kellene feltölteni, vagy kell majd feltölteni, meg kitöltené fel más. Tehát akkor, hogyha ezt leegyszerűsítjük és lefordítjuk, a pénzügyi szektor becsületesen működő tagjai fogják most megfizetni a Questor által okozott kárt. Hát így is fordíthatjuk a történetet. Hát ez az igaz. Igen, ha most nekik kell feltölteni ismét az alapot. És egyben biztos lehet mindenki, hogy azt a pénzt ők be fogják szedni az ügyfelektől. Tehát ebben mindenki biztos lehet. Hát meg ez nem olyan, hogy most akkor meghitelezem az alapnak, és majd a Questortól valamit árvereznek, akkor azt majd én, mint pénzintézet visszakapom. Nem, tehát hogy akkor most feltöltik a pénzintet, a bankszövetséggel tárgyal a kormány, ezt tudjuk, de a részleteket nem. Feltöltik még egyszer az alapot, az a pénz, az nem egy visszajáró pénz. Ez így van. Ez így van. Eddig sikerült eljutni, és addig, hogy a lefoglalt vagyonelemek, illetve a záralávett vagyonelemek már, amit a bíróság majd a végén megítél, az az államhoz befolyik, mint bevétel. De hogy az hogy kerül át majd a befektetőkhöz, vagy akár hogy kerül vissza mondjuk a tisztességes bankokhoz, akik most meghitelezik ezt a kártért, erről nincs szó. Tehát egyáltalán visszakerülne a bankokhoz, akik hitelezik. Persze, sőt, ezt ki sem mondtam a stúdióban, mert holnap én leszek a bankárkormánynak a képviselője, már olyan ugye nincsen, de ők ezt szeretik hangoztatni. Valószínű, tehát azért mondom, hogy ez, hogy a bankok bármit is kapjanak, vagy visszakapjanak, én a számra nem veszem, de ezért egy minden esetre biztos, hogy
azt az utat nem jelölték ki, hogy hogy jut majd ez a pénz vissza a kisbefektetőkhöz. Azt az utat jelölték ki, hogy a pénz vagy egy része hogy jut majd az államhoz, de hogy onnan hogy kerül tovább, ezt nem tudjuk a mai napig sem. Tehát a legfőbb ügyésznek a kérdésnek ez volt egyébként a lényege, hogy hát az ügyészség nem gondolja úgy, hogy indokolt lett volna ebben lépnie és elősegíteni azt, hogy a kártalanítás megtörténjen, de egyébként a szakmai vitát érdekes módon nem ez váltotta ki, hanem egy másik mondata a legfőbb ügyésznek, ami szerint ugye nem lehet tanúként kihallgatni azt, akit később potenciális gyanúsítottként majd kell majd kihallgatni. Hát mert nem tisztességes eljárás. Hát igen, ez az, amivel egyébként mi is indítottunk, erre kérdeztem rá. Hát ugye a legfőbb ügyész úr azt mondta, hogy hát szerint az ügyész nem így működik, én a kollégáktól egészen más tudok, és a saját volt ügyvédi tapasztalatom is egészen más ebben. Nagyon sok olyan esetet láttunk, ahol teljesen egyértelmű volt, hogy ki lesz a gyanúsítottja annak az ügynek, de a tanúként mégis meghallgatták az igazmondási kötelezettség mellett. Én pont ezért azt mondtam, hogy van egy ellenőrző albizottság az igazságügyi bizottságnak, és ennek az elnökeként én meg fogom keresni nem csak a legfőbb ügyész urat, hanem a Kuria Büntető Kollégiumát, a Magyar Ügyvédi Kamarát, illetve az Országos Bírósági Hivatalt is, hogy tényleg van-e ilyen gyakorlat, mert szerintem van. Hát érintettek mondják, hogy én ott voltam tanúként, aztán gyanúsított lettem. Hát tehát, az. Hogy több ilyen történetet hát ismerünk. Tehát, hogy ezért ne fáradjon, hogy megkérdezze, hogy van-e ilyen, van. Tehát, hogy na igen, de én azon szeretnék fáradozni, hogy ne legyen. Tehát pontosan ez a lényeg a vizsgálatnak, mert én nem tudom hasból azt mondani, hogy van. Tudom, hogy van, mert ez köztudott, csak kellenek nekem bizonyítékok hozzá, hogy azt tudjam mondani, hogy ezt a gyakorlatot változtassuk meg. Arról van valamiféle információnk, hogy az a több mint két hét alatt, amíg Tarsoly Csabát az eljárások tisztasága és mindenféle emberjogi irányelvek alapján nem hallgatták meg tanúként sem, valakit egyetem meghallgattak tanúként? Tehát a rendész, vagy a... Nem tudom, tehát valaki, aki már látott fiktív értékpapírt, vagy nem, tehát valaki azért csak meghallgattak, nem? Én nem tudok ilyenről. Tehát legfőbb ügyész úr egy szóval nem tett említést egyik napon sem, amikor kérdeztem, hogy lett volna ilyen, beszélt a lefoglalásokról, beszélt a záralávételekről, zárójelben mondom az azutáni időszakban, hogy megtörtént a végre a gyanúsítás, de arról, hogy egyébként azt megelőző időszakban bárki tanúként meghallgattak volna, egy szót sem ejtett, és én sem tudok ilyenről. Potenciális gyanúsított, és azért nem hallgatták meg, ugye ez a vitatárgya, szakmai vitatárgya, hogy az nem tisztességes, hogy a potenciális gyanúsítottat az igazmondásra kötelezhető tanúként meghallgatjuk, majd utána mindent, amit mondott, fel is tudjuk egyből használni vele szemben. Na de senki nem volt akkor az ügyben nem potenciális gyanúsított, hanem valaki, akiről úgy azt feltételezték, hogy hát, ha lát a cég ügyeibe valami. Hát ugye ez lett volna még egy indokolt dolog, hogy egy tanú meghallgatása, aki adott esetben feltárja azt, hogy történtek a döntési mechanizmusok, ami már önmagában egyébként egy tanúvallomás tud alapot adni a gyanúsítotti meghallgatásra más vonatkozásában, tehát mondjuk Tarsoly Csaba vonatkozásában, ha a tanú elmondja, hogy bizony ő felelt a cégben ezekért a dolgokért. Valóban ezt meg kellett volna tenni, főleg azt figyelembe véve, hogy más ügyekben nem ilyen nagyon kényes ám az ügyészség, tehát volt, ahol a másodfokú ítéletig egyetlen tanúvallomására alapozva vitték el a vádat. Tehát semmilyen más bizonyítékok nem volt, csak egy tanúvallomása, és erre alapozva viszi a vádat. Ez egy ismert ügy egyébként, de hát számos ismeretlen ügyben is ugyanezt csinálja az ügyészség, hát ami viszont azt jelenti, hogy itt legalább egy ilyen tanúvallomás, legalább a gyanúsítást meg kellett volna, hogy alapozza. Ebben az esetben valakit, aki jelentéktelennek tűnő, de egyébként egyáltalán nem, sőt, kulcspozícióban az Enter gombot nyomta. Milyen átutalások mentek kinek? Kapott-e valaki jutalékot? Mi az, hogy egyszer csak valaki oda telefonált, vagy internetbankolt, vagy Japánban gyenge az informatikai rendszer, mint olyan, és nem lehetett más módon, csak kicsit halogatva, pár napot csúszva utasítani, hogy a közpénzt, ezt kérjük vissza, nem állampapírban, hanem cashbe, így már másnap nagyon nem marad a kasszába, tehát, hogy ezekről, ezt nem lehetett egy személyben elkövetni, tehát erről ottan egy csomóan kellett, hogy tudjanak, nem? Hát erről egyet tudok mondani, hogy ez, amit föltetszett most tenni kérdéseket, na ezeket kellett volna az ügyésznek is föltennie. Ez maradt el. Arra mi volt a válasz a parlamentben, hogy ki adott belépőt Tarsoly Csabának? Mert azt, tehát én akárhogy figyeltem a mondatokat, nekem az derült ki, hogy
kellett az a diplomata útlevél, mert hát a kereskedelmi központok miatt, hát na-na. Na de ki? Hát én, ha jól értelmeztem, akkor Szijjártó Péter, ha jól értelmeztem, de esküdni nem mernék rá. Mert ha jól emlékszem a miniszter úrnak a válaszára, akkor az valahogy úgy hangzott, hogy akkor a miniszterelnökség államtitkára adta ezt a belépőt, aki ekkor a miniszterelnökséget vezette. Na most én úgy tudom, hogy annak idején államtitkárként... Az akkori... Mi? A miniszterelnökségnek ugye akkori államtitkára. Államtitkárként két ember vezette a minisztériumot. Iszonyatosan koncentrál maga is. Igen, mert kell összerakni valóban. Akkor ugye Szijjártó Péter volt az első ilyen, ha jól emlékszem, aztán Varga Mihály és a Lázár János, de valamelyiküknek kellett, hogy adják. Ezek közül az emberek közül. Ha jól emlékszem, hogy a Szijjártó Péter is vezette ezt. De lehet, hogy a kommunikációs igazgató volt, de ha jól emlékszem, ezt is hozzá. Igen, de előtte még volt a Varga Mihály, és azt hiszem, aki vezette. Nem esküdnék rá. De ez volt a válasz, hogy az az államtitkár. Lehet, hogy Lázár János azt mondja, hogy az az államtitkár, aki én vagyok, aki egyszer a miniszterelnökséget... Lehet. Egyébként ezt a választ valóban értelmezni kell többször és elolvasni, mert elég nehezen volt értelmezhető. Én már túl vagyok rajta, és nem sikerül. Ahogy a többi kérdés is, vagy a többi kérdésre adott válasz is. Na, akkor még egyet értelmezem nekem. Lázár János tehetséges ember, én nagyon elismerem a tehetségét, és abban is rendkívül tehetséges, hogy tud úgy több kérdést is megválaszolni, hogy abból semmi konkrétum ne legyen kihámozható. Akkor mondok még egy Lázár János választ. Lázár János szerint, míg a szocialista kormányok a Questorra állami pénzt bíztak rá, addig a Fidesz kormány csak letétbe helyezett állampapírokat a másfél évtized óta illegális ügyletekkel működő broker cégnél. Ezt is próbálná értelmezni? Nehezen, mert a kormány, ha jól tudom, semmilyen pénzt nem bízott rá a szocialista kormányok idején. Ha jól tudom, akkor MFB kölcsönt kaptak, amiből megépítettek egy... De nem a Questort kaptak. A stadion megépült, meg a hozzátartozó szálloda. Tehát ugye annak van egy produktuma, ami abból keletkezett. Amit viszont most látunk, az az, hogy elhelyeztek ott úgy pénzeket a kormányzati... Önök adtak, ők pedig csak letétbe helyeztek. De ezt mondta Lázár Jánosnak. Jó, hát ezt mondta, de ez szerintem butaság. Sőt nem, hanem határozottan állítom, hogy az. Az a része, hogy ők letétbe helyeztek, az igaz, csak hát a két probléma van vele. Az egyik, hogy úgy helyezték letétbe, hogy a jogszabály nem adott lehetőséget arra, hogy állami szervek ilyen módon letétbe helyezzenek pénzeket. Tehát jogszabályellenesen tették, ha egyszerűen akarom fogalmazni. A másik, hogy több százmillió forintot már most tudhatóan elbuktak, de lehet, hogy milliárdos a nagyságrendje ennek. Még az utolsó kérdés, ami hát biztos volt több is, csak amilyen fő csomóponti kérdésként megjelent az önök részéről, és a válasz értelmezését, hát ha együtt sikerül. Mit keres a Questor botrányban, Kis Szilárd? Mit? Személyi összefüggések vannak, amire azt a választ kaptuk, ha jól értelmezem, hogy ennek nincs jelentősége. De ne azt mondja, jól értelmezzem valamit úgy, hogy én a saját kijelentéseimet tudom értelmezni, még arra is vállalkozom, hogy a saját képviselőtársaim kérdéseit értelmezem, de arra végképp nem tudok vállalkozni, hogy is mondjam, csak hiteles módon értelmezek olyan kormányzati kijelentéseket, amiknek az értelme meglehetősen kérdéses és kétségbe volt, hogy egyáltalán van-e. Erre az volt a válasz, hogy önök két ügyet összemosnak, és egyébként van. Is, majd újra indítja a kormány a moszkvai vízumközpontot egy új kereskedővel. Az, de ettől még nekem nem derült, hogy Kis Szilárd mit keresett, vagy mit keres a Questor ügyben, vagy keres egyáltalán például valamit. Az, hogy a felesége ott aktív szerepet vállalt. Most, ha ez nem összefüggés, akkor persze lehet mondani, hogy semmi köze a történetnek a Questorhoz. Ha az nem összefüggés, hogy a Questor hogy a Kis Szilárdnak a felesége az ott egy vezető pozíciót tölt be, akkor persze nincs összefüggés. Tehát ezt akkor elismerem. De én nehezen tudnám így értelmezni a tényeket. Hát valóban a kormányzati válasz az volt, hogy mi összemosunk két ügyet, és semmilyen összefüggés nincsen. Hát a Krisztit olvasni, hát ez pöttyös regény. Komolyan. Igen, mert ennek a végén van értelme. Na, ennek viszont nem biztos. Hát itt azért milliárdok vannak súlyosan, amit jó lenne legalábbis az útját látni. Minden esetre, ha unatkoznak, nézzék a parlamenti közvetítést, már ha éppen van. Na, retteletesen izgalmas. Köszönöm szépen. Fejtörőnek jó lesz. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.